Kitolom magunkat. Ő most egy kicsit eltűnök. Megy. Pont most kell tüsszentenem, úgyhogy... Élőben, ez az igazi. Na hát szerintem élőben is vagyunk. Igen. Én is úgy látom. Úgyhogy akkor még úgyis egy kis idő, még megjönnek az emberek, megkapják az értesítést, de hogy nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy. Már nagyon régóta készültem rá, hogy ugye veled, illetve téged szerettelek volna így elhívni. Köszönöm szépen a meghívást, nagyon megtisztelő, köszönöm. Nagyon sok jót hallottam rólad, ugye a Niki és a Erdélyi Niki, amikor voltam nála tanfolyamokon, szinte mindig előkerültél, mindig emlegetett téged nagyon pozitívan, és én is nagyon kíváncsi lettem már tényleg ezzel a testes témával, amit most ugye itt behozok. Ezzel én is, hát nem is tudom, hogy mikor kezdtem el, szerintem, amikor meghalt a testvérem másfél évvel ezelőtt, akkor éreztem igazán rá erre, hogy miért is lehetek hálás egy testnek, mit is jelent ez a test téma. Addig így úgy voltam vele, hogy és hát így nem volt ez a kapcsolódás. Még mindig van mit dolgozni, de már egyre szebb ez a kapcsolódás, és egyre klasszabb, egyre mélyebb. És hát ugye... A Niki is ajánlotta, hogy te nagyon-nagyon klassz vagy ebben a testes témában, úgyhogy nagyon örülök, hogy itt vagy, és hát szeretném, hogy egy picit mesélj magadról, hogy ki vagy, meg mit csinálsz, és hogy amit úgy szeretnél tényleg így elmondani. Köszönöm szépen. Hát zavarba ejtő ez, mert benne ez a milyen jó vagyok a testes témában, amivel főleg azért, mert amivel... így definiáltam magamat kb. Az elmúlt, nem tudom, 40-valahány évben, így a, hát olyan 2017-ig az nagyjából az, hogy ez az a téma, amiben egyáltalán nem vagyok jó, de hát elő szokott fordulni, hogy az ember, ahol a képességei vannak ott, abban a gyengeségét látja, és ugye én Access Consciousness minősített facilitátor vagyok egyébként, és ez a neked megfelelő test, ez egy speciális kurzusa az Access Consciousness-nek, annak vagyok a facilitátor egy fél éve. De 2017 óta vagyok minősített facilitátor, és tulajdonképpen azért is mondtam, hogy zavarba ejtő, hogy ez a jó vagy benne, mert hogy a valóságunkban a szakértőket úgy határozzák meg, hogy az, aki meg tudja adni a válaszokat a problémáidra, vagy aki meg tudja adni a válaszokat a kérdéseidre, és ugye aki nem tudom, hogy milyen összetételű a csoport, vagy hogy milyen közönségnek beszélünk most, de aki egy kicsit ismeri az Access Consciousness, az tudja, hogy itt nem a kérdésekre adunk választ, hanem igazából a válaszokra adunk kérdéseket, amivel az eddigi válaszainkból ki tudunk valahogy evickélni. Mert hogy pont a címnek azt adtad, hogy a testünk börtöne, vagy... Hogy börtön, vagy lehetőség. Börtön, vagy lehetőség, igen. Igen, egy nagyon-nagyon találó cím egyébként, de amit én gondolok erről, az az, hogy a testünk az nem börtön, viszont azok a válaszok, vagy azok az ítéletek, amiből építjük, vagy a fix nézőpontok, amivel teremtjük addig, amíg nem teszünk fel kérdéseket, azok lehetnek olyanok, mint egy börtön. Szóval... Itt kérdeztük, hogy milyen a csoport. Uh-huh. Én ugye, amikor elkezdtem ezt a csoportot építeni, még egy zárt csoportot, akkor nagyon aktívan akadályedzést tartottam, de már akkor is az ilyen spártános felkészítést, meg ugye edző vagyok, és edzőként is dolgoztam nagyon sok ideig, most már kicsit kevesebbet, inkább csak online,
és hogy a mental, már ott feltűnt az, hogy senki nem foglalkozik annyira itt azzal, hogy mi történik mondjuk egy akadályedzésen, egy akadály versenyen, stb. És hogy ezzel a mentális részével, hogy mi zajlik le bennünk, hogy nem vagyunk jók, nem merem, mi nem megy, hogy rájöttem arra, hogy nem ott van feltétlenül az elakadása az embereknek, hogy ő béna, vagy nem elég erős, vagy nagyobb darab a teste, mint amit elbír, hanem hogy itt vannak elakadások, és én elkezdtem ezt nyomatni. Ugye itt ebben a csoportban sok új is van, aki szerintem engem csak az ilyen beszélgetésekből ismer, innen-onnan, meg a hanganyagaimat, meg ilyesmiket, meg vannak azok, akik ugye ebből az edzős korszakomból is követnek, úgyhogy abszolút szerintem mindenkinek nagyon klassz ez a téma, meg hát ugye maga az egy sportolónak, meg egy magánembernek is sokkal jobb az, hogyha a testét jobban megismeri, úgyhogy itt szerintem... Jó, azt köszönöm, hogy elmondtad, igen. Hát tulajdonképpen nem is tudom, hogy honnan indulnék el, de hogy a tudatosság, ugye access consciousness hozzáférés a tudatossághoz, a tudatosság az a mi szempontunkból azt jelenti, hogy mindent befogad a tudatosság, és nem ítél meg semmit. És a minden olyan hely tulajdonképpen, ahol ebből a helyesből, meg a helytelenből, meg a jóból, meg a rosszból teremtjük a testünket, az valahol valóban egy börtönné válik, és megakadályozza azt, hogy föl tudjuk fedezni azt, hogy mondjuk a mi testünknek mi működik egy bizonyos helyzetben. Aki sportoló, azt gondolom, nyilvánvalóan az még intenzívebben foglalkozik a testével, és még intenzívebben találkozik különféle receptekkel. Nem, mintha baj lenne a receptekkel egyébként, csak mert hogy van, ami működik a testünknek egy adott fázisban, van, ami kevésbé működik a testünknek, inkább az szokott szerintem ilyen csalóka lenni, hogy de hát gondolom, hogy azért a sportolói világban is vannak már felfedezések, vagy én így feltételezem azzal kapcsolatban, hogy nem minden működhet minden testnek, vagy nem tudom, hogy látod ezt a dolgot, hogy... Szerintem vannak is ilyen felfedezések, szerintem nagyon kevés ember él ezzel, mert annyira nagy a nyomás a tévétől, hogy néz ki egy jó nő, egy jó férfi, egy jó sportoló, aki sportol, annak pusztulat, bele kell dögleni, a reggel 6-kor kell futni, ezt csinálni, hengeret, tehát hogy nagyon, és hogy azzal kevesebbet foglalkozik szerintem a legtöbb ember, hogy én akkor most megérintem a testem, mit szeretnél tőlem testem, ma mit kívánsz, kakaós csigát, biztos, hogy nem ezek kakaós csigát, csirker is, érted? Tehát, hogy inkább szerintem ez még mindig az elterjedtebb, mint az, hogy persze, akkor együnk kakaós csigát a diéta közepén, mert hogy valójában nem vesszük észre ezt, hogy azért hízle a kakaós csiga, mert mi eldöntöttük, vagy valaki eldöntötte, hogy hízle. Hát igen, igen, ugye én azt hiszem észre mondjuk a diétákkal kapcsolatban, hogy mindig valamire rá akarjuk húzni a vizes lepedőt, hogy mi az, ami hízlal. És nagyon érdekes, hogy például, hogy én megnézem az ismerőseimet, akik így lefogytak különböző módszerekkel, az egyik mondjuk nagyon jól le tudott fogyni azzal, hogy mondjuk növényt teszik, a másik nem tudott lefogyni azzal, hogy növényt teszik, hanem mondjuk azzal tudott lefogyni, hogy zsírt teszik, és hogy működik az egyik, meg működik a másik, inkább szerintem az nincs benne a köztudatban, hogy valóban másképpen működnek a különböző testek, és hogy felfedezni azt, hogy a mi testünknek ebben a pillanatban, ebben az életszakaszban mi az, ami működik, mitől működik jól, és ha mitől működik jól, ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy mitől fogy le. Tehát ez is egy másik kérdés, ugye? Mert hogy nagyon-nagyon sok olyan nézőpontunk van, hogy mit jelent egy jól működő test, hogyha mondjuk innen indulunk el, hogy mit jelent, milyen az a test, ami egy jó test, akár mondjuk esztétikailag, akár mondjuk más szempontokból, és ezt próbáljuk mindenáron megközelíteni, ami egyébként tök jó, ha belevonjuk ebbe, ez egy plusz lehet igazából, mert természetesen mindenki szeret szép lenni, és minden test szeret szép lenni. Ugye ez is viszont az, hogy mi az, hogy szép, az egy tök érdekes dolog, hogy ez mit is jelent. És természetesen mindenki azt szeretné, hogy egészséges legyen, meg fit legyen, és hogyha ebbe belevonjuk a testünket ebbe a kommunikációba, az egy egészen más világ. Hogy az, hogy az ember megengedésbe kerül mondjuk a jelenlegi állapottal, mondjuk azzal, hogy van rajtam plusz x kiló, vagy
hogy mondjuk azt, hogy x kiló vagyok, vagy hány kiló van rajtam, az meg megint egy annyira relatív dolog, még azt se tudjuk eldönteni, hogy hány plusz kiló van rajtunk egyébként, mert hogy mihez képest. De hogy most, ugye most x kiló vagyok, most ezzel mondjuk megengedésbe kerülni, az nem jelent nem cselekvést, de ugye az nem nagyon szokott működni, minél jobban stresszelek rajta, annál jobban megváltozik a dolog. Szóval ez egy teljesen más világ az, amikor a testemet bevonom, amikor a testemet kérdezem, amikor figyelem, és amikor kommunikálok vele. Valami ilyesmiről szól ez a neked való test, ez az alapelképzelése ennek. Igen, és ezt, én örülök, hogyha ezekről beszélek. Néha majd így hozzáteszem, ami az én kis felismerésem. Persze, hát ez... Mert hogy ugye én is edzettem sportolókat, és láttam azt, hogy amikor én elkezdtem ezt bevezetni náluk, hogy figyelj már, ne szídd a tested. Én is ezt Louis Hay-től hallottam, még nem is tudom mikor. Volt egy olyan hanganyaga, amiben éld jól az életed, amiben volt egy ilyen, hogy a test, vagy a kapcsolódás végénység. És abban mondta azt, hogy bánj úgy a testrészeddel, amit nem annyira kedvelsz, vagy beteg, mintha egy kisgyerekkel bánnál. Helyett mit csinálunk? Fúj, de szar a térdem, meg izé a hülye könyököm miatt nem sikerül. És hogy így egy csomót még bántalmazzuk is magunkat, ahelyett, hogy segítenénk egy magunkat, és hogy ugye nem annyira elterjedt, még talán így az ilyen kérdésben élők között, hogy csak, hogy igenis a test egy entitás külön, akit meg lehet kérni dolgokra, akiket meg lehet kérdezni dolgokról, hanem úgy azt érezni, én egészen tavalyig én is ezt éreztem, hogy tavaly előttig, hogy van egy lélek, ami bele van szorulva egy testbe, és mi foglalkozunk külön a testtel, meg pszichológussal foglalkozunk a lelkünkkel, meg az elménkkel. És hogy ez amúgy, ha nem így bezárjuk magunkat ebbe, és eldöntjük, hogy szar a testem, szar alakom van, a genetikám, stb., hanem egy kicsit így energetikai szinten nézzük, vagy kiterjesztjük ezt az egészet, és nem szorulunk meg, akkor sokkal több lehetőségünk van. Abszolút, legalábbis arra mindenképpen, hogy tök jól érezzem magam, vagy az már egy jobb lehetőség. Egyébként ez egy gyakori dolog, hogy az ember azt érzi, hogy bele van szorulva a testébe, olyan értelemben, hogy korlátozza őt a teste. De ugye meg lehet ezt nézni, és én élvezem azt, hogy mindent meg lehet nézni egy ellenkező nézőpontból is, hogy vajon az, hogy van testünk, az vajon elvesz belőlünk, vagy hozzánk tesz. Tehát, hogy mennyi minden van, amit a testünk nélkül nem tudnánk megtapasztalni. És hogyha ha viszont innen nézem, akkor olyan sok mindenért hálás tudok lenni, amit a testem nélkül nem tudok megtapasztalni, és szerintem mindannyian egy egészen másfajta testet tudunk teremteni, akkor, hogyha a hálának a teréből indulunk ki, nem pedig tényleg, ahogy te is mondod, az örökös bírálatnak a teréből. Aztán elkezdünk róla beszélgetni, mint ahogy most meg én beszélgetünk, aztán holnap megint eltévesztjük, és megint bíráljuk magunkat, vagy a testünket, aztán megint ráébredünk, megint nem, azért ez egy olyan kondicionálás, meg egy olyan, annyira bele van ivódva ebbe a valóságba a testednek a bírálata, hogy ez nyilván nem olyan dolog, amit így most így eldöntünk, és akkor, ja, tényleg, tudod, ez az érez jól magad, ja, hogy eddig ezt nem mondtad. Szóval, hogy az ember így elkezdi egy más nézőpontból vizsgálgatni, és aztán így hol sikerül, hol nem, és mégis tehát létezik a könnyedség ebben a témában. Ha már egyszer megtapasztaltuk 5 percre, akkor az otthon is hozzáférhető. És igen, hát ez szerintem, ha már úgy is említetted a hálát, hogy hogyan legyen az ember hálás, mondjuk akkor is, ha nem szereti a saját testét. Hogy ugye a háláról is annyira sok klisé megy a világban, hogy mi légy hálás, hogy eltartalak, légy hálás, hogy van fedél a fej. Tehát egy csomó ilyen hála, hogy ez nem a valódi hála, amit valójában hála jelent, de hogy ha innen kezdenénk teljesen a testes témát is, hogy mit jelent hálásnak lenni, akkor te mit mondanál? A hála az számomra az a nézőpont nélküliség. Tehát az a fajta hála, amit most így emlegettél, az azért ragaszt be, mert... Tehát, hogy a legjobban azok a dolgok ragasztanak bennünket, hogy ilyen fura helyekre, ilyen, amikor így érezzük magunkat, amiben van igazság, de mégis kapcsolódik benne valami hazugság. Tehát az, hogy milyen csodálatos dolgokat lehet teremteni a hálának a teréből, az igaz, de amikor azt
kapcsolódik hozzá, hogy hálásnak kéne lenned, vagy hogy akkor leszek majd hálás, hogyha úgy fogok kinézni, hogy akár a címlapra is kerülnék, akkor az már ott egy teljesen más dolog. Az már nem hála, hanem az már megint egy ilyen ítélkezés alapú valami. És nekünk van egy ilyen eszközünk, amit úgy hívunk, hogy könnyű-nehéz. Ugye a Bárs tanfolyamon mindenki megismerkedik ezzel, de akár ingyen az interneten is megismerkedhet ezzel, például most. hogy azok a dolgok, amik nekünk igazak, attól könnyebbnek érezzük magunkat, és amik nekünk nem igazak, attól nehéznek érezzük magunkat, és egyébként ez a kettő, így meg lehet különböztetni azt is, amikor valami ítéletmentes, meg amikor ítélkezés van rajta. Tehát amikor valaki beszél a háláról, de úgy érzem, hogy olyan igaznak tűnik, amit mond, de közben, mintha egy 5 kilós kalapáccsal ütnék a fejemet, és egyre kisebb lenne a világom, akkor az valószínűleg nem az a hála, ami a hálának a valódi terem, mert az igazából egy könnyed dolog, az egy olyan dolog, ami, hát hálás lehetek mondjuk a páromért akkor is, mikor éppen nem úgy viselkedik, ahogyan én szeretem, hogy viselkedik, hanem egyszerűen az a megengedésnek is az a tere, ami nem ítélkezik. Egyébként az ítélet meg a hála az nem fér meg egy helyen, hogy úgy mondjam, tehát vagy ítélkezem, vagy hálás vagyok, és így, ahogy mondtam, föl lehet ismerni, amikor valódi hála van a világomban, akkor nincsen nehézség. Milyen fő kérdésekkel, vagy ilyen testtel kapcsolatos, mivel fordulnak főleg így hozzád, mi az, amivel a legtöbbször találkozol? Mert hogy ez egy annyira tág téma tényleg, hogy börtöne, meg lehetősége, hogy én, hogy valójában nem is tudom, hogy honnan indulhatnánk. Hát nem csak a testekkel kapcsolatban, hanem azért a legtöbb témával kapcsolatban az emberek akkor fordulnak hozzám, hogyha úgy érzik, hogy valami áramlott. Tehát ez lehet, mondjuk én ugye nem vagyok gyógyító, meg nem vagyunk gyógyítók, viszont mégiscsak vannak testkezeléseink, és vannak ugye kérdéseink, amivel ahhoz hozzá tudunk járulni, hogy a testek jobban érezzék magukat, úgyhogy akár betegséggel szoktak hozzám fordulni. Főleg ez, vagy hogyha valaki mondjuk neked való testtanfolyamon, mondjuk, hogy valaki nincs megelégedve esztétikailag a testével, az egy súlyfelesleg, vagy valami olyan dolog, ami miatt így úgy érzi, hogy elakadt a testével kapcsolatban, ilyen dolgokkal szoktam találkozni, de azt mondom, az a legkevesebb, sőt, olyan talán még nem is tudom, hogy egy kezel meg tudom számolni, hogy hány olyan dolog volt, hogy figyelj, jó minden, de hogy lehet még ettől is jobb. Szóval az egy elég ritka dolog, nem tudom, egyszer vagy kétszer talán megtörtént, hogy nincs bajom, de azt szeretném felfedezni, hogy hogy lehet ez, és hogy milyen lehetőségek vannak még ezen túl, de ez a ritka. Tehát valamiféle olyan dologgal, amit az emberek problémaként élnek meg, és szándékosan fogalmazok így, hogy problémaként élnek meg, mert az, hogy valamit problémaként élünk meg, az nem jelenti azt, hogy ez egy probléma van, az lehet egy lehetőség, mint ahogyan a címben is fogalmaztál, hogy csak a megfelelő kérdéseket, meg a megfelelő nézőpontokat kell valahogy megtalálnunk ahhoz, hogy egy másik fajta megközelítésből lássuk azt a dolgot. Igen, én tudom, hogy mi nem is vagyok, és tavaly lettem Bársz facilitátor. Wow. Most márciusban lesz az első Bársz tanfolyamom. Gratulálok! Köszi! És ugye ezzel, előtte is ezzel, ugye, ezzel foglalkoztam, hogy az emberekben a sporttal, meg az élettel kapcsolatban a nézőpontokat megfordítsam. És azért gondoltam, hogy ez a test, ez nagyon-nagyon jó téma, mert hogy sokan bele vagyunk ugye záródva a testbe, de keressük viszont azt, hogy hogyan érezhetném magam jobban, hogy miért ver a szívem ennyire, mit jelez, miért bántom magam, miért nem tudok lefogyni, hogy mi a jó nekem ebben, és hogy mi minden, hogy szerinted mi minden bújhat meg itt tényleg, ha valakinek mondjuk hullik a haja, akkor hogy kezdjen neki annak, hogy jóba legyen a testével, ha eddig nem használta a testét semmire, csak max arra, hogy szar, meg nem jó, meg elvisz jobbra-balra, de amúgy meg hagyjuk. Húha, hát igen, szóval most csak azért gondolkodtam el, hogy ugye elmondod, hogy olyan a közönség, aki nagyon még nem biztos, hogy ismeri az eszközeinket. Én azért sokszor, bocsánat, hogy sokszor szoktál beszélni. Igen, meg decemberben volt, hogy minden nap önmagad érjen 27 napos kívánok.
beszéltem azért ezekről nekik. Nyilván én testtanfolyamot nem végeztem még, tehát nem tudom, hogy ott milyen más eszközök vannak esetleg, de hogy ezekről szoktam mesélni nekik. Hát az a helyzet, hogy amikor például hullik a hajam, ugye az, ami az elsődleges dolog, ami egy ilyen helyzetben megjelenik egy átlagembernek a fejében, természetes módon, az az, hogy valami el van romolva. És ha az ember elégszer, ugye beszéltünk a nézőpontokról, hogyha az ember elég nézőpontját kérdőjelezte már meg, vagy elég, hogy is mondjam, elég, igen, elég nézőpontját kérdőjelezte már meg, nem letagadta, hanem megkérdőjelezte, akkor megszülethetnek benne olyan kérdések, vagy olyan felfedezések, hogy mi van, ha ez nem azt jelenti, hogy bármi elromlott például. Nekem van az Access-nek egy nagyon jó kis eszköze, az a neve, hogy érdekes nézőpont, és ezt mindenkinek ajánlom, hogy nézzetek, vagy keressetek rá, vagy utána lehet nézni. Nekem például a csoportomban van majd 4-5 videó is ezzel az eszközzel kapcsolatban, azért, mert nekem ez a kedvencem. és az érdekes nézőpont az az, hogy ha észlelek valamit a világomban, akkor ismerjem el, hogy nekem az a nézőpontom, hogy az történik a világomban. Tehát például, vagy nagyon egyszerű példát fogok mondani, mert a test kapcsán lehet, hogy nehezebb ezt megérteni, de például, amikor elkezdtem alkalmazottból vállalkozó lenni, akkor volt egy olyan nézőpontom, hogy az embereknek nincs pénze erre a szolgáltatásra. És így is éltem meg, és így is láttam a világot, és ez is történt velem, hogy nem volt pénze az embereknek arra, amit én kínáltam, mert nekem az volt a nézőpontom, hogy nincs rá pénzük. És elkezdtem alkalmazni ezt az eszközt, ahogy mondtam, érdekes nézőpont, van egy olyan nézőpontom, hogy az embereknek nincs pénze. Tulajdonképpen itt elismerem azt, hogy amit addig valóságnak hittem, az valójában az én nézőpontom. És ahogy ezt elismertem, észrevettem, hogy picit megkönnyebbültem. És észrevettem, hogy egy kicsit, hogy mondjam, lett egy nagyobb mozgástér a világomban, és eszembe tudtak jutni olyan információk, hogy na de hát, ha valaki, hogy egy csomóan járnak külföldre nyaralni, akkor, nem, akkor az úgy nem igaz, hogy nincs pénz, hanem mondjuk úgy igaz, hogy mindenki másra költi arra, amire ő szeretné. És akkor elkezdtek bejönni olyan infók, ami attól a nézőponttól, hogy nincs pénze az embernek, nem tud bejönni a világomba. Tehát így kilazítja ezt a, olyan, mintha így be lenne szilárdulva egy nézőpont, egy ilyen betítővászonra lenne elém festve, és ahogy elkezdem alkalmazni az eszközt, rájövök, hogy ez valójában egy déli báb. Mm-hmm. Nincs előttem fal, hanem ez nem úgy igaz, és akkor a valóság elkezd más dolgokat megmutatni, pedig nem vettem észre. Szóval ez az eszköz, tehát érdekes nézőpont, van egy ilyen nézőpontom, és amikor kellő elszántsággal nagyon sokáig használtam ezt az eszközt mindenfélére, akkor volt egy pont, ahol eszembe jutott, hogy ezt alkalmazhatnám a testemre is. És akkor volt egyszer például, hogy nagyon fájt a fejem, és annyi sok gondolatot kérdőjeleztem már meg, hogy egyszerűen ezt is megkérdőjeleztem, hogy egyébként az igaz, hogy nekem fáj a fejem, vagy van egy olyan nézőpontom, hogy nekem fáj a fejem. És ez egy nagyon furcsán hangozhat, de ott is eszembe jutottak kérdések, például, hogy biztos-e, hogy a fejem fáj, vagy pedig a testem kommunikál számomra valamit. Aha. Ugyanis a testünk ez egy olyan fantasztikus szerkezet, hogy egy csomó információt közvetít, de az nem feltétlenül arról, hogy milyen állapotban van, hanem mindenféle dolgokról, például a körülöttünk élő más testekkel kapcsolatban tud információt szolgáltatni. Vagy akár a bolygóval kapcsolatban tud információt szolgáltatni. És amikor azt mondtam, hogy hát ez egy érdekes nézőpont, hogy nekem fáj a fejem, ezt elismertem 2-3-szor, és aztán azt vettem észre négy óra múlva, hogy ó, nekem olyan görcsös fájásom volt, és most meg egyszerűen ez így valahogy így szerte fosztott, vagy csak egy picit éreztem már. Úgyhogy hullik a hajam, csak nem akartam itt belevágni, elő akartam készíteni a terepet ennek a mondatnak, hogy emelegíteni. Igen. Tehát ahhoz, hogy hullik a hajam, természetesen látom, hogy kijött, és ott van a fésűben, és nem tudom mi, de hogy akár olyan extrém szinten is lehet használni az eszközöket, hogy tök érdekes nézőpont, van egy olyan nézőpontom, hogy ez egy hajhullás, mi ez, mit tehetek vele,
meg tudom-e most változtatni ebben a pillanatban, vagy testem, szükséged van-e valamire, és a testem szükséged van-e valamire, nem tudom, hogy hány hallgatónak vagy nézőnek juttat az eszébe, vagy mondjuk vitamin, vagy étrendkiegészítő, de akár mondjuk, ha teljesen kinyitom magam, és így dobom a fix nézőpontjaimat, akkor lehet, hogy az mondja a testem, hogy szeretnék enni egy szeleddínyét, vagy azt, hogy szeretnék elmenni sétálni valami természetközeli helyre, vagy azt, hogy szeretnék többet aludni. Tehát az a testem mire van szükséged, hogyha így minden információt, de ehhez tényleg az kell, hogy dobjuk a fix nézőpontokat, amiből egyébként nagyon tele a padlás, főleg a testekkel kapcsolatban, a módszerekből, a különféle ajánlásokból, ilyesmi. Lehetetlen eligazodni, gondolom, hogy sportolóként, meg edzőként ezt te alá tudod támasztani. Nekem még így magánemberként, aki csak így hobbi szinten foglalkozok ezekkel a dolgokkal, meg a sporttal is, teljesen képtelenség eligazodni. Hát még ha valakinek ez az élete, akkor meg bőven. Szóval, hogyha mi van, hogyha egyszer hallottam valakit, hogy attól múlt el a fejfájása, hogy megmondta a teste neki, mert itt egy képen megmutatta, hogy milyen fajta sajtot szeretne enni, és hogy megevette abból egy szeletet, puf, elmúlt a fejfájása. Szóval ezek ilyen talán képtelenségnek hangzó dolgok, de ha elkezdünk kommunikálni a testünkkel, akkor egy egész más világ tárulhat fel előttünk, és itt van a szakértőnk. Itt van a szakértőnk, aki helyett akarunk eldönteni dolgokat, és mindenféle olyan dologgal kapcsolatban, ami őt érinti, nem kérdezzük meg. De hát hogy is kérdeznénk meg? Mert mindig mindenki szakértette a testeket, és hát nem ebbe vagyunk, nem ehhez vagyunk szokva, bár mondjuk én már így látok felvillanni ilyen mondatokat, ilyen különböző módszereknél, hogy te élsz a testedben, te tudod, mi a legjobb neki, ilyesmi, és én ezt nagyon-nagyon üdvözlöm, és nagyon-nagyon szeretem, hogy már egyre több helyen látom, és láttam egy orvosnak a honlapján, aki valamiféle ilyen hormonális nők számára egy ilyen, kidolgozott egy ilyen módszert, nem is tudom, mert csak olvasgattam, láttam ott például ezt a mondatot, és ezt nagyon szeretem, hogy egyébként ez így van. Tehát, hogy én élek a testemben, és ez a test meg tudna nekem mondani egy csomó mindent, ha én nem akarnám szakérteni, vagy nem akarnám, hogy mások szakértsék helyette. Igen, és itt sokszor ugye az elme az, ami szakért, mert hát azt láttuk, meg halljuk az okostól, az orvostól, most más típus orvostól, az orvosoktól, a nem tudom mitől, hogy ezt is ezt kell csinálni, akkor ez is ez lesz a garantált eredmény. Csak ebből ki van hagyva az, hogy neked ez hogy működik, mi működik. És visszatérve arra, hogy nekem például nagyon sok olyan volt, én ugye rengeteg féle terápiát kipróbáltam tényleg, tehát a teljesség igénye nélkül, mindent, meg theta healing, meg hipnózis, meg tényleg, és akkor nem csak egyre mentem el utána, meg okoskodok, hanem jártam akkor fél évig tényleg, és van, ami még az eszköztáramban maradt, de van, amit már nem használok, viszont tudom azt, hogy, és itt szeretnék is megkérdezni, mit jelent az, hogy éber a test, ugye, mert hogy ezt először tavaly hallottam, és ez egy megkönnyebbülés volt nekem. Mert bennem rengeteg szorongás volt, rengetegszer éreztem azt, hogy így megfulladok, és akkor mi történik? Persze, még mindig itt tartok, megint el kell mennem kezelésre, pszichológushoz, valami baj van velem, amit ki kell javítani, és ugye visszatérve, amit kérdeztél, hogy a sportolóknál is fejben ugye, ezek még annyira idegenek, hogy én beszélgessek a testemmel, akkor hülyének néznek, vagy azt hiszik, hogy elborult gyógyszerem, vagy valami van, de hogy megpróbáljuk magunkat kijavítani, meg ezeket a szorongásokat kibeszélni, kitenni magunkból, és nem múlik el, mert hogy nem is a miénk. És hogy ezt erre tök jó lenne, ha erről is így mesélni, hogy mit jelent ez, hogy éber egy test. Én igen, de hogy a többiek nem tudják. Hát igen, ez mindig ez a dolog, ez mindig egy olyan dolog, amit nagyon óvatosan szoktam bevezetni. Bár tanfolyamon például azt szoktam mondani, hogy elmondok valamit, ami mindent megváltoztatna, de nem fogjátok használni. És ne is merjétek használni. Ugyanis valahol ez tényleg így van, ez is egy képtelenségnek hangzik, és van egy ilyen tulajdonsága az emberi elmének, hogy kap egy információt, és akkor próbálja berakni az igaz vagy nem igaz kategóriába, és vagy egyetért, vagy ellenáll. És
Egyiket sem javaslom, viszont ha valakinek sok gondja van a testével, vagy az a nézőpontja, hogy sok gondja van a testével, akkor mindenképpen ajánlom kipróbálásra, hogy próbálja meg megfigyelni azt, hogy az, ami a testével van, vagy az, ami a testében zajlik, az vajon annak mekkora része olyan információ, amit a test mindenféle dolgokról közvetít, és ehhez van egy nagyszerű eszköz, aminek az a neve, vagy kihez tartozik ez. Pofon egyszerű a dolog. 3 napig érdemes kipróbálni, mindenféle gondolatra, érzésre, érzelemre, testérzetre, hú, nagyon extrém változások vannak a tartalomban ezzel kapcsolatban. Itt csak hadd mondom azt, hogy nem fogom nektek rakni ide, mert van egy ilyen app, és én ezt csináltam amúgy nagyon sokáig, a Dénynek van egy ilyen appje, hogy kihez tartozik, és be tudjátok állítani azt, hogy azt hiszem pont 3 napon a starter, hogy körülbelül 10 percenként megjelenik a képernyőn, hogy kihez tartozik, és akkor abban az érzésbe belehelyezkedsz, és tök király volt. Igen, és mondod, mert megint elkezdem. Igen, és még a félreértések megelőzésére nem arról szól a dolog, hogy kiderítsük, hogy kihez tartozik, hanem arról, hogy ha ezt a kérdést fölteszi az ember, akkor így emlékezteti magát arra, hogy abból a fix nézőpontból, hogy velem van a valami, abból egy kicsit így megvillant egy másik nézőpontot, és hogyha az a dolog nem a tiéd, hanem az a dolog egy információ valamiről, akkor az megkönnyebbül. Ha egy 1%-nyit is megkönnyebbül, az azt jelenti, hogy éber vagy valamire, és nem veled van a valami. Tehát, hogyha jön egy szorongás, azért az elmúlt 2 év ilyen szempontból is azért nagyon durva volt. Tehát ismerek gyerekeket, akik tikkeltek, amikor karanténba mentünk, meg mindenféle testi tüneteket produkáltak emberek, kezdve a légszomtól a mindenféle dolgokig. És a helyzet az, hogy ha 3 napon keresztül csinálnak, ez úgy néz ki, hogy elkezdik reggel, 10 órára elfelejtjük, majd délután 2-kor megint eszünkbe jut, ha nincs egy applikációnk, ugye? Igazából nem érdemes elhinni, hogy ez így van. Azt mondja az Access egyébként, hogy 98%-a annak, ami zajlik bennünk, az nem hozzánk tartozik, de ezt nem érdemes elhinni. Viszont szerintem óriási szívességet tesz magának az, aki így egy ilyen felfedező útra indul, és megnézi azt, hogy egyáltalán mennyi minden, amiről azt hiszi, hogy az övé, az egy információ. Mert hogy abban a pillanatban, ahogy azt mondom, hogy fáj a fejem, ahogy mondtam a példámat, abban a pillanatban ez lesz a nézőpont, hogy fáj a fejem, és abban a pillanatban megteremtődik, bezáródik a testbe. De hogyha én a tudatában vagyok annak, hogy mennyi minden egy információ, akkor sokkal-sokkal nagyobb könnyedségem lesz ezekre a dolgokkal, mert bár ott lesz a dolog, de ha nem teszem jelentőségtelivé, hogyha nem döntöm el, hogy ez valami rossz dolog, és hogy valami elromlott mondjuk a testemben, akkor sokkal-sokkal nagyobb könnyedséggel tudom ezeket nem átváltoztatni, hanem megnézni egy másik nézőpontból, és ez sokkal nagyobb könnyedségem lesz vele, mint ahogy mondtam, hogy azt mondtam, hogy érdekes nézőpont, hogy fáj a fejem, és akkor egyszerűen csak így ez így szétosztott, mert hogy nem a fejem fájt, hanem kaptam egy infót, amit én úgy értelmeztem. Igen, én amikor volt tavaly, hát többször is volt már, de hogy pont emlékszem tavaly, amikor ezeket az eszközöket először hallottam, utána felszálltam egy buszra, ami pótlóbusz volt, és nem ott állt meg, ahova jelezték, hogy a megálló van, és felszálltam, és olyan irgalmatlanul ideges lettem, hogy bárkit megütöttem volna, de legszívesebben mindenkit is. Igen. És akkor ott feltettem, hogy oké, ez kihez tartozik, és amit mondtál is, hogy ez a kihez tartozik, ez nem azt jelenti, hogy levonjuk magunkra a felelősséget, nem a miénk, az anyámé, és ő rohadjon el ott, ahol van, hanem csak az, hogy ó, basszus, ez nem is az enyém, hanem a buszon idegeskednek az emberek, és én, mint egy kis detektor, érzékelem, hogy aha, itt most idegeskednek az emberek, és ugye, ha mi nem tudjuk azt, hogy a testünk amúgy ilyen kis detektor szerint működik, vagy úgy működik, tényleg így érzékel, akkor elhisszük, hogy én valami idióta vagyok, aki ilyen mit idegeskedek, és ugye be is teszem a testembe, és fixálom a testembe, hogy idióta vagyok, aki idegeskedik. Igen, tehát ez egy sajátos példa arra, amikor az embernek van egy képessége,
hogy a testnek van egy fantasztikus képessége, mégpedig ez, hogy érzékel másokat, és hogyha ezt nem ismerjük el, akkor ezt úgy értelmezhetjük, mint egy hát fogyatékosságot, vagy mint egy betegséget, vagy több betegséget, vagy tehát, hogyha valakinek extrém módon sok a problémája a testével, akkor érdemes például ezt a kérdést is feltenni, hogy mondjuk extrém módon éber-e a teste, és használni ezt az eszközt. És tényleg nagyon-nagyon sok különleges sikertörténetet tudok már ezzel az eszközzel kapcsolatban, még olyat is, amikor valakinek fizikai elváltozás múlt ettől az eszköztől el. Elmondom itt is, mert nem azért, mert hogy jogilag így van rendben, hogy tényleg extrém dolog, tehát műtétet úszott meg valaki azzal, hogy akihez tartozik, ott használta, de közben minden orvosi segítséget egyébként igénybe vett. És én azt mondom, hogy a tudatosságban minden benne van, tehát nem akarjuk az orvosokat leváltani most már energetikai munkára, meg kérdésekre, hanem ez egy ideális világban, számomra egy ideális világban az úgy néz neki, hogy mindenki azért dolgozik, hogy boldogabbak legyenek a testek. Tehát ez legyen az természetgyógyász, legyen az access facilitátor, legyen az orvos, mindenki, és mi is a testeknek a gazdái, hogy ha már egyszer azt választottuk, hogy megtestesülünk, akkor miért ne lehetnének ezek a testek boldogok. Nem pedig agyonbíráltak, és felülbíráltak, és mindenféle. A kérdését, bocsánat, hogyha nem, egyszer a Niki talán, hogy, és ezt én is érzékeltem, mert én nagyon sokáig, nem nagyon szerettem már tömegbe menni, vagy úgy lenni valahol, mert azt éreztem, hogy így megfulladok, de tényleg elájulok kb. Az emberektől, illetve amit így érzékelek, meg együtt érzek, meg így mindenfélét tőlük, és akkor amikor elkezdtem mondjuk magamban elismerni, hogy lehet, hogy az én testem extrémen érzékel, akkor már például nem kezdtem el legalább vizesedni, meg hízni, de pont most egy hónapot voltam Mexikóban, és a sztorim az volt, hogy elismertem, hogy azért menjek el oda, hogy jobb kapcsolódásban legyek önmagammal, meg a testemmel, mert extrém módon magamhoz képest elkezdtem meghízni, csak hogy mindenkit is távol tartsak a világomtól, vagy én nem is tudom pontosan, de hogy azt hiszem, hogy rólad mesélt Anniki, de javíts ki, hogy veled is szokott ilyen lenni, hogy a mész tanfolyamot tartani, akkor vizesed. Akkor be szoktam vizesedni, amikor megy tanfolyamot tartani, és akkor általában a végére el szokott múlni. De amikor csak tanfolyamra mentem régen, volt olyan, hogy azért álltam fel a mikrofonhoz kérdezni, mert konkrétan, hát úgy értem meg, most ez így hülyén fog hangzani, hogy Debrecentől Bécsig kihíztam a ruháimat, tehát... ez halál komolyan így volt, hogy elmentünk egy testtanfolyamra Bécsbe, beültünk a kocsiba a Debrecenbe, 6 óra múlva megérkeztünk, és ott nekem el kellett mennem vásárolni, mert de tényleg nagyon hirtelen változásokat. Amúgy ez egy ideig nem ismertem azt el, hogy egyébként fordítva is meg tudja csinálni a testem, hanem ugye annyira bele voltam ragadva, hogy úristen, hogy nekem, hogy mennyire, tudom én, szóval azokat a nem kedvező, számomra nem szerethető változásokat, például lesz, hogy kihízok egy ruhát egy óra alatt, vagy meg nem csak az, hogy bevizesedek, hanem hogy arra is képes a testem, hogy a mások testekkel kapcsolatos nézőpontjait abszolút megmutatja. Vagy hogy ha egy fáradt ember mellett ülök, akkor fáradt az arcom, ha átülök egy friss ember mellé, akkor friss az arcom. Tehát, hogy egyszerűen így le tudom képezni, de ez nem az én képességem, hanem csak ezek azok a dolgok, amiket felfedeztem, amiket korábban úgy interpretáltam, hogy egy elcseszett ember vagyok, aki nem tud uralkodni a testén, és nem tudja úgy kontrollálni, hogy az, mit tudom én, milyen legyen. És amióta ezeket így elismertem, egyrészt nyilván ott a kérdés a világomban, akkor mire tudom ezt használni, másrészt pedig sokkal nagyobb a könnyedségem, és hogyha mondjuk az van, hogy tényleg bevizesedtem, akkor nem megyek tönkre bele, mert tudom, hogy ez, tudom én, holnap után vége van, tudom, hogy mondjuk ez annak a része, hogy most valamit változtat, vagy facilitál a testem, és azóta sokkal nagyobb könnyedségem is van ezzel.
Nekem volt, hogy amikor elkezdtem, hogy megismertem ezt, hogy van ilyen, hogy gyógyít a tested, akkor ugye előtte is már, amikor jártam ilyen különböző képzésekre, akkor volt arról szó, hogy nem illik, én mindenkit meg akartam mindig menteni, ever. És a szívemre vettem a dolgukat, meg átvállaltam tőlük a dolgokat, és totál megrottyant tényleg a testemet. Szerencsére a szívbetegség, meg ilyesmi nem alakult ki, de hogy nagyon sok mindent bezártam tényleg a testembe. És akkor már mondta az akkor ilyen kezelő, hogy nem, hogy ne vegyük el másoktól az ő nézőpontjaikat, meg a terheiket, mert az ő terheit azért kapta ő, mert ebből tud fejlődni, és ebből tud beleállni az erejébe, ha megoldja, meg mert nagyon sok ember imádja szidni és használni a testét, hogy beteg vagyok kifogásként, és ha elvesszük tőle, akkor még többet teremt. Úgyhogy abszolút. Igen. Az ember figyeli magát, megfigyeli a többi embert, akkor észreveszi azt, hogy nem véletlenül vannak azok a korlátozások az életünkben, amik vannak, és addig, amíg mi nem választjuk azt, hogy búcsút intünk nekik, addig hiába jön bárki, aki elveszi, újra teremtjük, vagy még nagyobbat teremtünk. Tehát látok olyat, hogy valakinek mondjuk magamnál is látok, csak másokon persze jobban észreveszem, hogy a klasszikus esete annak, hogy mondják ezt más szemében a szálkát a sajátokban. De én ezeket a szálkákat felhasználom utána arra, hogy a gerendákat így jobban észrevegyem, mert a gerendát nehezebb. Szóval, hogy mondjuk valakinek jönne egyfajta könnyedség, mondjuk nem feltétlenül a testtel, de mondjuk anyagilag, és akkor hoz egy olyan választást, hogy mondjuk újra adósságot teremt magának. Tehát, hogy ez a nem lehet elvenni idő, egyrészt idő előtt, másrészt meg az előtt, hogy a választás meg nem születne a másik emberben, és valóban aki gyógyító, az előfordul, hogy csinálja, ha kell, ha nem. Tehát olyanokkal is csinálja, akik nem fogadják be, és ha ezt elismeri, akkor szintén lesz választása, hogy akkor ezt megváltoztassa. És akkor az könnyebbség az én testemnek is, és nem kell szegénynek újra még nagyobb terheket a vállára venni, hogy most már el nem tudjam elvenni tőle. Mesélsz egy pár, mondtad, hogy van egy pár ilyen extrém testváltozás, vagy testgyógyulás. Nyilván nem kell megemlíteni azt, hogy hívják, akiben történt, csak hogy egy-kettőt így, mert hogy én mindig vallom azt, hogy mindig ilyen példákon keresztül tudunk egy tök jól tanulni, megfejlődni. Hát ha itt, aki hallgatja, annak pont van hasonló, vagy együtt tud ezzel érezni, és akkor ne tegye be a testébe, de legalább látja, hogy jé, van más is, jé, ezt másképp is lehet kezelni, wow! Hát volt egy hölgy, még egyszer elmondom, hogy minden orvosi kezelések mellett történt. Tehát igazából az orvosok munkáját segítették ezzel az eszközzel. Volt egy hölgy, aki eljött hozzám Bárszan folyamra, és ő azt gondolta magáról, hogy neki pánikrohamai vannak. És beszéltem neki, akihez tartozik róla, és azon kevesek közé tartozott, akik nem csak úgy meghallgattak, hanem el is kezdték használni. És most így tényleg ez egy ilyen, tehát mint egy gyerek. Tehát, hogy a gyereketnek nincs nézőpontja, aki próbálja, ha működik, akkor ugye használja, megválasztja, és ő tényleg ezt csinálta, hogy elmondtam, és ő használta, és annyira megkönnyebbült, hogy aztán mindenkinek beszélt róla. Ha kellett, ha nem. De aztán volt egy, összetalálkozott egy ismerősével, és kiderült, hogy neki a kereszt lánya vagy fia, már ezt nem tudom, daganatos betegséggel a vesejében voltak daganatok, hogy azzal fekszik kórházban, és hogy most készítik elő kemoterápiás kezelése, azt hiszem, és mondta neki ezt az eszközt ez a hölgy, és mondta, hogy hát ha van kedvük, próbálják ki, és bejárt a kórházba a kis lányhoz, vagy fiúhoz, már nem tudom, és néhány napig ilyen másfél órákat ők ilyen mantraszerűen azt csinálták, hogy föltették a kérdést, hogy kihez tartozik, és akkor mindent, ami nem az övé, azt így visszaküldenek a feladónak. Most itt nem arról van szó, hogy mondjuk így visszaküldenék daganatot egy másik embernek, hanem mondjuk, hogy bezártam mindenféle dolgokat, meg nem is a dolgot küldöm vissza, hanem úgy mondjuk ezt, hogy visszaküldöm a feladónak tudatosságot hozzácsatolva, kb. Küldök neki egy választási lehetőséget. Tehát nem a dologgal dobálózunk, hogy enyém tiéd, hanem
küldök egy választási lehetőséget, egy éberséget, és hogyha ő választja, akkor meg tudja ezt változtatni. Ugye ez egy ajándék, ha visszaküldök valamit így a feladónak tudatossággal együtt tulajdonképpen. Úgyhogy ők ezt csináltak napokon keresztül, és néhány nap múlva, amikor elérkezett volna az aktuális kezelés, akkor kiderült, hogy eltűntek a daganatok. Ez egy néhány napos történet. És akkor én azt mondtam, hogy na hát, akkor ez persze-persze azért, mert ez egy gyerek volt. És a gyerekek ugye könnyedén csinálnak ilyeneket. Ami nem működik, akkor ja, nem muszáj, hogy ott legyen. Jó, akkor ne legyen ott. De aztán évekkel később mesélt egy felnőtt ismerőséről is egy sztorit, akinek meg a nyelvén nőtt valami, amire azt mondták, hogy elég agresszív és rosszindulatú, és azt hiszem, hogy néhány bársz kezelése, ezek hetek leforgása alatt, és a kiheztapszik intenzív használatával, az aztán szépen visszahúzódott onnan. És az ismerősöm ezt úgy meséli el, mint hogyha azonnal lementem a piacra, és vettem két káposztát, tehát igazából. Mert hogy valójában olyan csodálatos dolgokra képesek a testek, és igen, a kiheztapszik a kapcsolatban ez a kettő van, de testkezelésekkel van még egy csomó. Valójában én azt gondolom, hogy ha a válaszainkat elkezdjük kérdésekre lecserélni, akkor megnyílik egy teljesen más univerzum, akár a testünkről van szó, akár másról. Rengeteg a válasz, abból el vagyunk látva. Tehát tesszük egyik lábunkat a másik után, és nyitogatjuk az ajtókat. Ezért mondtam az elején, hogy ez a szó nincs arról, hogy bármiféle ezt a kértésről van szó, inkább ezt az egész neked való testet is úgy fogom fel, hogy megyek előre, és akkor nyitjuk az ajtókat. Minden egyes képzéssel, nem képzés, hanem inkább ilyen workshopok ezek, újabb és újabb és újabb ajtókat nyitunk meg, és hogyha egy valaki megnyit egy ajtót, akkor az összes többi ember is be tud rajta lépni. Igen, az entitásban, hogy a testet nagyon szeretném megcsinálni, mert azok nagyon hívnak. Biztos, hogy van nekem valami tehetségem, és ez nagyon érdekel. Amiket így még itt összeírtam, hogy bárhogyan nézhet ki a testünk. Ugye sok mindenkit érdekel, hogy tényleg, tehát akármivé alakulhat a testünk. Ugye rengeteg dolog van a fejünkben, hogy hát én genetikailag szargéneket ököltem, meg ehhez hasonló, meg ugye az, hogy bele kell pusztulni egy diétába akár, vagy egy sportba, ahhoz, hogy megérdemeljem azt a testet, hogy úgy nézni. És ugye én is látom a sportolók között, aki nem kapcsolódik a testével, hanem agresszíven ellenáll, és kb. Egy neminek, tehát egy ellenségnek tekinti a testét, aki nem nincs befogva úgy, ahogy én akarom, és nem csinálja azt, amit rá akarok kényszeríteni, akkor térdsérülés, térdszakadás, boka, tehát rengeteg sérülés van, főleg ebbe a sportágban, és erre lehet azt mondani, hogy nem melegítettél be normálisan, meg hogy nem hengerezted le, de én mindig inkább ezt látom mögötte, hogy valójában szerintem csak nincsen kapcsolat közted és a tested között, és nem hallottad meg azt, hogy ő már rég szólt, hogy hé, figyelj, hello, fáradt vagyok, ne menjél el futni, hello! És hogy szerinted létezik ilyen, hogy genetikailag ezt örököltem, vagy hogy, tehát hogy majd lehet, hogy kicsit belekavarodtam itt a kérdésbe, remélem, hogy értem. Hát valójában szerintem több kérdést is feltettél, nem tudom, melyik legyen. Igazából én azt gondolom, hogy bárhogy lehet bánni a testtel. Tehát én nem tudom hibáztatni azokat, akik bántják a testüket, mert nagyon nagy nyomásnak van kitéve mindenki. Ugye, tehát azok az elvárások is, hogy hogyan kellene kinni. Tehát, hogy van egy kedvenc emberem itt a világon, akit úgy hívnak egyébként, hogy Byron Katie, aki van a négy kérdés módszere. És ő azt mondja, hogy ha bárki bármit tesz, hogy ha én azokban a gondolatokban hinnék, amiben ő hisz, én is ezt csinálnám. Tehát én azt gondolom, hogy ha valaki bántja, úgy is lehet viszonyulni a testhez. Én ezt tudom is, hogy milyen, mert én is sokáig próbáltam úgy boldognak lenni, hogy ha majd mindenféle, nem tudom, módszerekkel
igába hajtom a testemet, és akkor elérem azt a formát, amit szerintem, vagy mások szerint el kéne érnem. Ami egyébként tök érdekes, mert például én fölszedtem jó néhány kilót az utóbbi években, nem akarom elmondani ezt az összefüggést, de hogy tulajdonképpen a mostani testem az mondjuk egy korábbi évszázadban egy szépség ideál lett volna. Tehát ez is igazából, hogy mi az, ami szép, ugye ez egy teljesen önkényesen meghatározott dolog, de ez egy másik kérdés. Szóval ha azt mondom, hogy ha valaki bántja a testét, úgy is lehet. Viszont, hogyha valaki már szeretne kipróbálni valami mást, vagy belefáradtabba, akkor viszont jó tudni, hogy van más lehetőség is. Valójában szerintem a kontrollt nagyon nehéz elengedni, hogyha valaki főleg hozzá van nagyon szokva, hogy akkor hogyan kell kontrollálni a testet, és muszáj kontrollálni. Én nagyon ajánlom, most jelen pillanatban még angolul van meg az a könyv, Neked megfelelő test a címe. Az Access alapítója Gary Douglas és Daniel Carter írták közösen. Daniel Carter egy facilitátor, aki úgy fogyta le a testének a felét, Right Body for You egyébként az angol címe, meg lehet rendelni az Access Shopból. Right Body for You. És úgy fogyta le a testének a felét, hogy elkezdte kérdezgetni a testét azzal kapcsolatban, mit szeretne. És a teste elkezdett, és nem vékony a mai napig, tehát nem vékony a hölgy, viszont nagyon sokat napok alatt lefogyott ilyen 8-10 kilót azzal, hogy azt mondta a testének, hogy figyelj már, mit szólnál hozzá, hogy egy kicsit feszesebb lenne a karunk. És ilyen mindenféle eszközzel elkezdett játszani, és csak azzal, hogy elkezdett kommunikálni, azzal fogyni kezdett, de nem lett szépségideál, ezt hozzáteszem, de rengeteget fogyott. Aztán az egyik tanfolyamon a Gary Douglas kiadott egy olyan gyakorlatot, hogy mindenki kedveskedjen a testének, és hogy törődjön a testével úgy, hogy válasszon ki valamit, amit a teste nagyon szeret, és akkor napi egy órán keresztül adja meg azt neki, és töltsön mondjuk heti egy napot, ami az elég soknak tűnik, napi egy óra, heti egy nap, azzal, hogy a testének kedveskedjen. És volt egy hölgy, ez nagyon furó volt ez a sztori, de eszébe jutott az, amikor kicsi volt, akkor mennyire szerette azt, amikor az anyukája púderezgette a testét. Igen. Igen, tudod, hogy régen nem popsiken őt csekkentek be, hanem púderrel púderezték. Hűtőporral, nem? Az. Jó, mert az a púderezik a testét. Igen, ezek a szavak, szóval, hogy por. Hűtőpor. Igen, mindegy. Szóval az a porral így kényeztette az ő testet, és ő ügyült, nagyon szerette a teste, ő azt élte meg. És akkor mindegy, egy csaj ezt csinálta, én nem is tudom, hogy nézhetett az ki, ő lehet, hogy tényleg púderezgette a testét, de így azzal a hintőporral valahogy így, nem tudom, így beszórta, vagy nem tudom, hogy nézik ki. De lényeg az, hogy ő ezzel kedveskedett a testének, és csak ettől lefolyok, mit tudom én, 10 kilót. Ez is pedig olyan hülyeségnek hangzik, de hogy föltett egy kérdést a testének, és hogy így át, tehát hogy egy más perspektívából kezdte szemlélni ezt az egészet. Szóval van egy olyan kérdés, hogy testem egyébként hogy szeretnél kinézni. Na ez az, amit így nagyon nehéz föltenni, akkor, hogyha mondjuk valaki nagyon meg akarja határozni, hogy mi az a forma, amiből nem enged, vagy nem hajlandó engedni, de ha nem vagyok hajlandó engedni, még akkor is érdemes föltenni. Mert a dolog lényege mindig az, hogy nem kell nekem az éberségem után menni, de attól még lehetek éber. Nem kell nekem azt csinálni, amit a testem mond, de attól még lehetek vele olyan viszonyban, hogy megkérdezem. És azt mondom, hogy figyelj, test, nem fogom lehet, hogy azt csinálni, de itt vagyok, most fölteszem a kérdést, mert arra legalább nyitott lettem, hogy föltegyem a kérdést. Igen. Van egy ilyen hobbitagságos programom, és annak Kedves testem volt egész februárban a címe. Azért én is ugye sokkal aktívabban, meg a Mexikóban megéltek, ott is ugye sokat foglalkoztam a testemmel. Mi jó a testem, de én testem imád napozni, és dögleni a part a tengerben, de hogy én is ott 8 kilót lefogytam, és nem azért, mert nem ettem semmit, meg diétáztam, hanem mert egyszerűen sokkal jobb lett a testemmel a viszonyom, nem bántalmaztam, hogy kéne, én nagyon sokáig, én csak azért merek nagyképűen beszélni erről, mert én szerintem ez egész életemet végig diétáztam,
csalónapokkal természetesen, meg olyannal, hogy voltam bulimiás is, amikor hánytattam magam, meg tévképzeteim voltak kb. A testem, tehát hogy nagyon tényleg. És ugye mindig a fejemben volt az, hogy egy sportoló, hogy nézel az már ki, hogy én edzést tartok, és én hájas vagyok, ez mekkora szégyen, és undorító, és tényleg így ez volt, és én tudom, hogy kell kinéznie egy akadályedzőnek, ami elfogadható, és nem kinevetnek mások, hogy te vagy az akadályedző, te nézzél már magadra. Tehát én abszolút hallom ezeket az ítéleteket, másokét magukról, másokét róla, minden, és ugye ezt így, úristen. És most, amikor, és ez odáig fajult, hogy tényleg ilyen szikára lefogytam, mint elő-hátul deszka kb. Aztán utána lett egy jó gerincsérvem, egyáltalán nem tudtam mozogni, jól meg is híztam. Hát azt a hízást ezt nálam csak ilyen max. 15 kiló, tehát nem az az ekkorára. És akkor mentem el most például Mexikóba, és most tavaly volt először az egész életemben először, hogy én nem edzettem semmit. Volt, hogy megvettem egy bérletet a Gildánba 10 alkalmat, és lejárt a 2 hónap, és nem jártam le, pedig itt lakom mellette, mert egyszerűen nem kívántam. Igen, pedig alapvetően a testek tökre szeretnek mozogni, és mondjuk van egy ilyen kérdésünk, hogy a testem mit szeretném mozogni, de a mozgás az lehet akár egy szép hosszú séta, vagy az lehet egy nyújtózás és mindenféle, meg ugyanakkor van, akinek a teste meg imádja az intenzív edzést, bizonyos korszakokban is, még ugye a tiéd is nyilván lehet, hogy most jövő héten meg azt akar, hogy akkor menjünk, és akkor most nagyon sokat edzünk, és nagyon intenzíven. Hallottam minap egy ilyen nagyon jó mondást, nagyon tetszett nekem, az úgy hangzott, azóta is idézgetem, hogy felnőttnek lenni azt jelenti, hogy akkor is azt választod, ami jó neked, ha anyád azt mondta. És hogy ez nagyon tetszik, mert ez a sporttal kapcsolatban, és ugye azt gondoljuk, hogy sportolni kell ahhoz, hogy így úgy nézzen ki a testünk, de hogyha abszolút ez a kellene, ez így kikerülne a világunkból, akkor felfedezhetnénk, hogy egyébként mikor, mennyit, hogyan szeret sportolni a testünk, és általában egyébként a testek imádnak mozogni, csak ez, hogy azt gondoljuk, hogy kell, és hogy így kényszerítjük őket, az tényleg olyan, meg megszabjuk, hogy mennyit, meg mit, meg akkor most egy kicsit többet, mint tegnap, meg ilyenek, ezekből lehet, hogy tényleg nekifeszülések lesznek. És ebből jött az, hogy én is csak megszokásból csináltam, mint hogy megszokásból isszuk a reggeli 1 liter kávét meg, és közben lehet, hogy már utána rosszul vagyunk, hányunk, megy a hasunk, nem tudom, és nem tudjuk, hogy miért, biztos, hogy vagyunk. És én is megszokásból csináltam, aztán utána teljes ellenállásba mentem, és most ugye, most tök normálisan tudom csinálni, hogy edzek minden. Nem edzem halára magam, de folyamatosan tök durván formálódik a testem. És én rájöttem, hogy én nem is akarok úgy kinézni, hogy az én fejemben az volt, hogy kell kinézni egy sportolónak, és hogy ilyennek kell lennie, és amióta ezt így totál elengedtem, és megkérdezem mindig a testem már egy ideje, hogy szeretnél kinézni, egyszer csak így jött velem szembe egy Penelope Cruz, nem ő, Monica Bellucci kép, meg ez a Georgina Rodriguez, vagy kis, na ez a, mint nem tudom, Marilyn Monroe nézett ki talán, tehát ez a sex appeal kb. Az én testem arra mondta, hogy jaj, na mi nekünk ez. És tök érdekes, mert járok edzésre most, teljesen más jellegűekre, mint amit eddig én csináltam, és sokkal jobban esik, mint az, hogy hardcore szétveressem saját magamat, de ugye próbálok mindig én is kérdésbe lenni, hogy oké, ma mi esne jól, ma mit szeretne, és figyelni arra, hogy ne megszokásból egyek, meg egyem túl magam, és ha figyelek például arra, hogy én most is minden tésztát ettem, de nincs már hozzá kapcsolat, hogy Jézus, mert ezt nem eltem meg, bűntudatom legyen utána, és akkor el kell mennem holnap minden 6 kilométert futni, hogy nehogy meghízzak, hanem hogy most ezt kívánta a testem, és ettől függetlenül tudom, hogy tökre csak folyamatosan tényleg így szépen alakul. Igen, ismerek egy csajt, aki elengedte egy a nézőpontjait így a testével, meg a kajákkal kapcsolatban, és azt mondta, hogy ő úgy tudott fogyni, hogy azt adta, és akkor a testének amit, és mondta, hogy volt olyan, hogy amikor mondjuk este 10-kor kért a teste egy sütit, és mondjuk megadta neki, akkor másnap reggel laposabb hassal ébredt föl.
Ez már tényleg olyan, hogy amikor az ember teljesen dobja a nézőpontokat, tehát a Donnie Carter, akiről meséltem, hogy a testével beszélgetett, ő azt mondja, hogy ő azt javasolná, főleg az elején, hogy minden egyes falat előtt, amit beveszünk a szánkba, az összes nézőpontunkat, hát mi úgy mondjuk, hogy poppodoljuk, az a megsemmisítjük a tisztító mondatunkkal, hogy minden nézőpontunkat tegyük félre azzal az étellel kapcsolatban, mert nagyon sokszor egyébként az energetikája annak, hogy milyen nézőponttal esszük meg az ételt, az még nagyobb hatással van a testünkre, mint maga az anyag, amit beviszünk. Igen, ez akarom mondani, hogy én teljes mértékben, tehát nem, én totálisan megértem, mert én nagyon sok ideig éltem, hogy ilyen tudathasadást éreztem, hogy most mi van, most ez a közösség mondjuk azt mondja, hogy minden lehetséges, a tested úgy formálódik, kapcsolódj vele, aztán visszacsöppensz a való világba, ahol mindenki robotol, elvárások vannak, kötelezettségek, ítéletek, megszólnak, mindenfélét érzékez, azt mondják, hogy csak ez fogyaszt, az hízlal, és akkor így állsz, hogy most mi van? Most akkor az a nézőpont, vagy ez, vagy most hogyan éljek ebben a való világban ilyen szabad nézőpontokkal? Igen, ez egy kicsit zavarba ejtő. Egyrészt az, hogy eleve csoványnak kell lenni, vagy vékonynak kell lenni, az is zavarba ejtő adott esetben. Persze vannak ennek, ugye, hát ez egy nagyon érdekes terep, amikor az ember nem védelmes semmit, meg nem védekezik semmi ellen. Szóval az, mert az, hogy sokszor azt érzem, hogy ezek a body pozitív megnyilvánulások igazából arról szólnak, hogy támadjuk azokat, akik támadnak minket. Tehát, hogy ez... De mi van, ha nem is erről van szó, hanem az, hogy oké, akkor mi működik most az én testemnek. És egy nagyon érdekes felvetés mondott valaki, hogyha megszűnne mindenféle képünk a testünkről, tehát most mit tudom én, egy pár hónapra nem látnánk egy testet sem, csak éreznénk a testünket, akkor mit mennyire változna meg a viszonyunk. Hogy a látvány az nagyon, nagyon sok ítéletet szül, ez a látvány alapú viszonyulásunk a testünkhöz, tehát hogyha most így csukott szemmel járnánk, és nem látnálak téged, nem látnám magamat, akkor mennyire kapcsolódnék ahhoz, hogy hogyan érzi magát a testem, vagy amikor egy ételt megeszek, akkor hogyan érzi magát a testem, nem pedig az, hogy akkor milyen látvány fog nyújtani a testem, hogyha a nézőpontjaim alapján most ez meg az fog vele történni. Szóval egészen másfajta. Na, úgyhogy ezekkel az eszközökkel játszunk igazából, és így felfedezzük, hogy mi lehetséges. Igen, mondasz azt a diplomátiában, hogy amikor most voltam Mexikóban, sokszor el is mentem amúgy ilyen bárs cserére mexikóiakkal, de hát nem beszéltek angolul, és kaptam tőlük ilyen corpse, tehát valami testkezelés, de fogalmam nem volt, hogy mit, csak a tisztító mondatból valamit, a ninnyót ismertem meg kb. És tök érdekes volt, hogy ott kikapcsolt az agyam, és bekapcsolt azt, hogy oké, tök mindegy, hogy itt mit beszélnek, értjük egymást. Ő is mondott valamit spanyolul, én próbáltam neki angolul, izé, mutogatunk kézzel, de az energetikát éreztük. Valahogy így tudom elképzelni, amit mondta, hogyha nem látnánk egymást, meg nem lennének az agyunkban mindenféle betömött dolgok, hogy ki érdemel, ki nem érdemel, a tested alapján érdemelsz, vagy nem érdemelsz, és hogy meg ilyesmik. Akkor ugye nem marad más, csak az energetika a szintje, amin... Hát igen, nagyon érdekes élményem volt, Costa Rican voltunk, mindegy, hogy hol voltunk ki alatt, és volt egy... Nem tudom, mindig úgy kezdődik minden történetem, hogy hol voltam, ez tök minden lényegtelen. Egy nagy tanfolyamon voltunk, és én tolmácsoltam, de kiszorultam a tolmács fülkével, mert egy tolmács fülkével kevesebb volt, mint ami... És... A lényeg az, hogy úgy zajlott a dolog, hogy be kellett csukni a szemünket, ott volt egy gyakorlat, és különböző emberek odajöttek hozzánk, és hozzánk értek. És hát becsukva tartottam a szemet, de voltak olyan emberek, akinek annyira kedves, meg annyira különleges volt az érintése, meg annyira tápláló, hogy így kénytelen voltam kinyitni a szemet, hogy látnom kell, hogy ki ért hozzám, hogy ki volt az az ember, aki... És az volt, hogy már akkor 7 napja ott voltunk, emlékszem rá, és olyan furcsa volt, hogy így kinyitottam a szám, és mondom, hogy 7 napja itt vagyunk, nem voltunk annyira rengetegen, 100-an, 120-an, és hogy mondom, ezt az embert én még soha nem láttam itt. Szóval az, hogy mennyire más az, amit energetikailag, pedig
A kommunikációnak a nagy része egyébként energetika, mert mindannyian energetikai lények vagyunk, azért is érdemes tényleg az ételnek is az energetikai részével is foglalkozni, meg hogy mit viszünk be, milyen nézőpontokat, de hogy az, hogy a látvány alapján, aki teljesen érdektelennek tűnik, vagy nem is veszem észre, mert semmiféle ítéletemhez nem passzol, se ahhoz, hogy hű de szép ember, se ahhoz, hogy hú de ronda, hanem egyszerűen ez a, így megbújik a tömegben, és amikor meg hozzám ér, akkor úgy érzem, hogy úristen, elolvadok. Tehát ez annyira érdekes élmény volt, hogy mennyire más ez a fajta kommunikációja a testeknek, mint amikor csak így megyünk, jövünk, megyünk, és akkor így észre sem vettem. És az volt a fura, hogy azoknak a legtáplálóbb érintéseknek a gazdáit, azokat észre sem vettem a 7 nap alatt. Igen. Úgyhogy van mit felfedeznünk, azt hiszem, a saját testünkkel is, meg más testekkel is, meg ezt a fajta testekkel való energetikai kommunikációval kapcsolatban is. Mert én egyébként nagy híve vagyok a kedvességnek a testekkel kapcsolatban. Én jártam egy időszakban edzőterembe, azt, amit a legnehezebben viseltem, hogy azok a fantasztikus testű emberek milyen bántalmazó nézőpontokkal edzenek sokszor. Kevés olyan sportolót láttam olyat, de kevés olyan sportolót láttam, aki tényleg kedvesen bánik a testével, és nem legyőzni akarja, vagy uralni, vagy kontrollálni. Ez nem jelenti azt, hogy nincsenek, meg ez nem jelenti azt, hogy én ne akartam volna uralni hosszú-hosszú ideig a testemet, vagy hogy megítélném ezt, viszont most már lett egy igényem arra, hogy mi lenne, ha hoznánk ebbe a témába egy kis kedvességet. Igen, én is ez az igényem, illetve én már magammal kapcsolatban csinálom, de hogy szeretnék minél több embernek új nézőpontokat adni, hogy tudja, hogy hova fordul, mi más van még. És eszembe jutott még egy cuki feladat, amit nem is tudom, kinél hallottam, mert annyi ilyen anyagot hallgattam, de hogy egy ilyen randi feladat, hogyha ha úgy bánna az, akivel randizol veled, mint ahogy te bánsz a testeddel, akkor elmennél egy második randira, vagy azt mondnád, hogy anyádat soha többet ne hívjál fel. Jó, hát igen, vagy az a reggel kinyitod a szemed, és akkor egy párkapcsolat gondolod, hogy nézel ki, mennyit öregedtél, miért olyan... és akkor ez így folytatódik egész nap, és akkor ez a nem vagy ilyen, nem vagy olyan, azért párkapcsolatban is az előfordul, hogy ez a miért nem vagy ilyen, miért nem vagy olyan, ezt se jól csinálod, még csak nem is nézel jól ki, törörödörörö, ha megint hogy áll rajtad a ruha, de hogyha ezt hallgatnánk egész nap, akkor lehet, hogy lelépnénk onnan. Úgyhogy van egy ilyen nagyon kedves gyakorlata neked való testkézikönyvben, hogy így fogd, hogy így éri magadhoz, és egyszerűen így köszönöm, hogy a test így kitartott melletted, még ugye úgy is, hogy nem tudatosan, de mégis öntudatlanul annyi nézőponttal mindennel bántalmazzuk, és van egy ilyen nagyon-nagyon szép kis szöveg ott a kézikönyvünk végén, és azt annyira szeretem tényleg, hogy ez a... Azért lássuk be, hogy anélkül, hogy bűntudatunk lenne, mert nem ez a cél, hanem inkább az, hogy legyen, lássuk meg, hogy van más lehetőség, de azért adtuk az évet rendesen ennek a testnek, és hogy azért olyan kedves, hogy így kitartott. De mindig nem az a cél, hogy most bárkinek bűntudata legyen, mert amúgy meg, hát honnan, vagy miért csináltuk volna másképpen, mikor egyszerűen ebben vagyunk, vagy így ebbe a levesbe úszunk, hogy úgy mondjam. De... Igen, és említettem az elején, hogy én ugye sportoló, meg sportban is nőttem fel, kellett, hogy lefoglaljam magam, én állandóan pörögtem, és ugye amikor meghalt a testvérem, akkor totál kiszálltam a testemből. És én mellette a buddhista főiskolára is jártam, most pont halasztok, és ott mindig csináltatott velünk a Zoli egy olyan meditációt, hogy hát nem halálmeditáció volt, nagy értsétek a címe, de az volt a lényege, hogy most képzeld el, hogy 3-2-1 és vége neked, és nincs tovább ez a test, és így úristen, utána amikor visszaszálltál a testedbe, és rájöttél, hogy te tudsz fogni vele, tudsz érzelmeket kifejezni, tudsz beszélni, és nem az van, hello, itt vagyok, nem hallasz, hello, és hogy mennyi minden csodás illatot, most jön a tavasz, amikor így rád bizsereg a testet, hogy úristen, ez a jácint illat, vagy az ízek, vagy egy jó szex, vagy akármi, ez, hogy ez mind
a testen keresztül érzed, amúgy egy lélekként nem biztos, hogy ezeket annyira át tudnád tapasztalni. És akkor valahogy így nekem akkor, amikor megcsinálta a Zoli, és csinálta a tesómnak egy ilyen buddhista szertartást, utána valahogy így olyan volt, mintha visszaszálltam volna így a testembe, és úgy döntöttem, hogy én itt maradok, elhozom ide a világnak, amiért én idejöttem, és elviszem, amiért idejöttem, és hogy utána kezdett el bennem ez átkattani, hogy jé, mennyire flash ez a test, hogy én is hányszor mentem el bemelegítés nélkül 40 kilométert futni Kanári-szigeteken, és azon kívül, hogy feltörte a lábamat, meg 3 napig így mozogtam, mint egy robot, nem sérültem le. És hogy hát mennyi dolgot tesz, hogy gyógyít minket a saját testünk, és nem azt mondja, hogy anyád most már, hanem tényleg az, hogy jó, megcsinál, megteszem, menjünk, jó, menjünk, és hogy így tényleg egy csomó mindenben küzd értünk, mi meg ellene küzdünk, és hogy ez milyen egy kedves gesztus, úgyhogy ezt tök jó, hogy most így mondtad ezt a kedves feladatot, mert így totál felelvenítette bennem ezt az érzést. És igen, néha az ilyen események, életesemények tényleg adnak egy más perspektívát is. Nagyon. Ilyen sajnálatos dolog is, hogy ezért van miért hálásnak lenni. Meg igen, csak amikor tudod, mit nekem is mondták ezt ilyen spirituális nagy okosok, hogy légy hálás, hogy van tested, mert annyi lélek áll sorba, hogy leszülessen. Igen. Nincs elég, hogy neked jutott el. Igen. Hogy ezek... Nekem... Igen, azért mondtam, hogy szerintem bárhogy lehet bánni vele, meg bárhogy lehet létezni vele, tehát itt nincsenek kötelező dolgok, viszont hogyha az ember szeretne mást veszni, akkor meg van más lehetőség, és hogyha valakit érdekel egy más lehetőség, akkor meg is fogja teremteni, és megtalálni, és megválasztani, és szóval ez a szép ebben. Azt kaptam csak, hogy miért használjuk kifogásnak a testünket szerinted? Ilyen kérdés van. Ha egy kicsit pontosabban meg tudnál esetleg fogalmazni a kérdést a kérdező, akkor annak. Hát a testünk az lehet... A betegségekre gondol, meg az, hogy jaj, itt fáj, jaj, ott fáj, és a többi. Szerintem én nekem az az érzés, hogy ilyesmire gondol. Hát a test alapvető, meg a testnek az állapota, az egy tök jó kifogás lehet egy csomó mindenre. De ez annyira nem más, mint az összes többi. Tehát van néhány dolog, amit nagyon jól lehet kifogásként használni. Az egyik a nincs pénzem, a másik a de a testem, tudom én, ilyen, olyan, amolyan. A harmadik meg az, hogy de hát nekem gyerekeim vannak. Tehát, és van még néhány. Én szerintem ez egy tök jó dolog, hogy tudjuk kifogásként használni. A kifogásokkal szerintem egyetlen egy baj van, amikor az ember elhiszi, hogy igaz. Tehát, hogy nem akarok hazudni a környezetemnek, ezért elhiszem, hogy például, hogyha attól rettek, hogy valaki elhagy, és azért alakítok egy betegséget, hogy magamhoz láncoljam, és mondjuk elhiszem, hogy beteg vagyok, és hogy ez nem az én választásom, és hogyha nem veszem észre, hogy manipulációként használom ezt a dolgot, azzal szokott a probléma lenni. Alapvetően a manipulációval nincs addig probléma, amíg én bennem veszem a saját manipulációt, és akkor rabjává válok. Ez jut eszembe, de hogyha tényleg, ha van kedved pontosabban megfogalmazni, akkor lehet, hogy nem arról beszélek, amire te kérdezel. Jó. Akkor még, ez mondjuk nekem jutott eszembe, de lehet, hogy már amúgy kibeszéltük azóta más formában összetetten, hogy miért bántjuk a testünket, ugye? Mert ezt tanultuk meg. Vagy nem tudom, hogy én nem találkoztam még túl sok olyan emberrel, akinek mondjuk olyan, aki úgy nőtt fel, hogy mondjuk a körülötte lévő emberek tisztelték a testüket, vagy tényleg így jól, hogy mondjam, így jól bántak vele. Kevés olyan, biztos, hogy van, de kevés olyan embert ismerek, aki így, vagy akit bátorítottak arra, hogy kommunikáljon a testével. Tehát valahol ez ott kezdődik, hogy, és ne értsétek félre, én is ezt csinálom, hogy én vagyok a fáldos, és azt mondom a gyereknek, hogy vegyél fel a kabátot. Tehát, hogy én döntöm el, vagy hogy én döntöm el, hogy mikor kell leülni, enni. Mondjuk ezt nem csinálom, de például ilyen is van, hogy akkor leülünk, és akkor napi 3-szor együtt eszünk. Nézést kérek, csak amit közben jönnek az értesítések, nem akartam, hogy jönnek.
Szóval ezek apró lépésekben azért úgy elidegenítenek, mert hogy nem valahogy megint így kívülről valaki más jobban tudja, hogy mi a jó az én testemnek, ha már itt ilyen apró lépésekben el tudnánk kezdeni, de hát én sem tudom elkezdeni, mert én is azt mondom, hogy vegyél fel, húzd össze a cipzárt a kabátodon, mert hideg van, és nem azt mondom, hogy nem fázik a tested, mert hogyha fázik, akkor húzd össze, de hát egyértelmű, hogy ha majd fázik, akkor összehúzza, tehát szóval ilyen apróságokkal megerősíteni mondjuk a gyerekeinket abban, hogy hallgassanak a testükre, vagy megfeltenni a kérdést, hogy mit kér a tested, és akkor is tiszteletben tartani a válaszaikat, hogyha hazudnak. Tehát, hogyha naponta 15-ször mondják, hogy fagyit kér, akkor is rájuk bízni ezt, mert hogyha esetleg, mit tudom én, ha megvan ez engedve, akkor lehet, hogy utána rájön, hogy igazából mégsem kér annyiszor fagyit, mint ahányszor ő azt hazudta, hogy azt kér. Tehát egy ilyen, de ez a koncepció szerintem tök új, vagy nekem teljesen új volt, hogy a testemet kérdezem, és ne pedig könyvekből olvassam el, hogy akkor mi lesz nekem a jó. Igen. Én is rengeteg egy nap, már 6-szor nem tudtam volna, pedig volt, amikor az volt az előírás, és most nem is tudom, szerintem 2-szer, ha eszek, és nem is akkora mennyiséget, amennyit eddig ettem, és tök oké vagyok vele, pedig én fázós vagyok, és ugye régen mindig sokat ettem, hogy nehogy fázzak, és hogy a szénhidrát betöltődjön meg minden, de hogy így most tök oké vagyok ezzel az egésszel, és ez is nagyon hiszki megengedni, hogy ja, hogy akkor én nem valami béna alak vagyok, aki csak 2-szer eszek, és az gáz, mert vizesedni fogok, meg elraktározza meg minden, hanem nekem igen, érdekesek ezek a nézőpontok, hogy egyrészt, hogy ha sokat eszel, akkor azt mondják, hogy hízni fogsz, másrészt, hogyha keveset eszel, akkor fogsz hízni. Mindegyik létezik a palettán, az összes nézőpont is. Igen. Még egy dolog jutott eszembe, a befogadás, meg a teremtés. Mert ugye én is már sok ilyen videóban hallottam, hogy a testünket bevonjuk be a teremtésbe, mert a testnek van szüksége pénzre, ugye? Igen. És hogy erről neked mi, hogy erről neked van valamilyen kis nézőpontod, vagy valami? Hát alapvetően, hogyha beszélgetsz a testeddel, meg hogyha szerintem, hogyha az ember elkezd a testével kedvesebben bánni, akkor eleve az mennyit egy ajtót annak, hogy ha kedveskedni szeretnék a testemnek, akkor könnyebben megy a teremtés, mert akkor azt a fajta kényelmet, meg luxust, amit megadhatok neki, azt könnyebben megadom. Érdemes, hogyha valaki elkezd beszélgetni, ha kedvet kapott ehhez, és elkezd beszélgetni a testével, akkor nem csak a táplálkozásról meg ilyenekről lehet kérdezni, hanem például arról is, hogy mondjuk mit szeretne fölvenni. Ez nem fog nyilván gondolatok formájában feltétlenül megjelenni, hanem így oda téved a ruhászekrénybe, ahhoz a ruhához a szemed, és akkor észreveszed, hogy ó, valahogy ez ma jobban áll rajta, mint az összes többi napon, mert a testem kiválasztotta. Biztos megvan az élmény, nem, hogy van olyan, amikor szerdán jól áll valami, és pénteken meg nem áll jól ugyanaz. Ugye? Tehát, hogy így vannak a testnek is így preferenciái, és hogyha ha belevonom az életembe egyre inkább a testemet, akkor megkérhetem arra, hogyha szeretne valamit, akkor járuljon hozzá energetikailag ennek a megteremtéséhez. Nem sokáig az a nézőpontom, hogy le kellene cserélnem az autót, mert már idős, és akkor valahogy sose jött el, nem dőlt össze a pénzre, vagy nem, egyszerűen így nem ment. De rájöttem, hogy ez csak a fejemben van, hogy le kellene cserélni, és így nem volt semmiféle motiváció, hogy megmozduljak az ügyben, és aztán egyszer beleültem valakinek a szép új autójába, és ahogy a testem abban az autóban érezte magát, annyira jó volt, és annyira szép volt így látni abban az autóban a fényeket, ami az én 15 éves autóban már nem olyan volt, és annyira jó volt benne ülni és érezni annak az új autónak az életet, hogy pikpak vettem egy kocsit utána, amikor a testem már így megtapasztalta, és akkor szerintem a testem is hozzájárult ehhez, hogy akkor így sikerüljön. Szóval ezzel így játszani, hogy bevonni a testünket a teremtésbe. Igen, meg ehhez csak azt szeretném valamiért most ez jön, hogy hozzátegyem, hogy én is utaztam Dubájba, nem első osztályon, meg nem business classon, viszont volt lehetőség arra, hogy beülj a business classba,
és sokkal könnyebb úgy elképzelni, hogy a tested már érzi, hogy jaj, de jó, amikor így átölel az a bőr, és így a lábadnál fölemelkedik, és tényleg ott egy ilyen nagyon kényelmes valamiben ült, meg hogy én beszoktam menni, már elég jól rászoktam, de nem így kezdtem én se. Mert nyilván, amikor valaki bemegy egy Louis Vuittonba, vagy ezt mondom, akkor oda úgy néz, hogy biztos nem megyek be, mert kinéznek, meg megítélnek, meg úgy sincs rá pénzem. És én elkezdtem bemenni Abu Dhabiba, Isztambulba, Dubájba, egy csomószor ilyen helyekre, és annyira jó, ahogy bemész oda, olyan más energetika. És ugye van ez a játék, hogy vásárolj be az energetikájából a dolgoknak, ahogy ott bánnak veled. Soha egyik helyen sem bántak úgy veled, hogy na, a rohadék nem vett semmit, de mindent felpróbált. Fú, én ilyet nem éreztem egyik helyen se. Mindenhol nagyon kedvesek, megmutatják, így áll szám Pellegrinót, meg Pesgőt, meg mit tudom én mit, de nem várják el, hogy te most azonnal vásárolj. És ebben ugye nekik az van benne, hogy úgy is tudják, hogy az érzés miatt te egyszer megvásárolt voltok, mindegy. De maga az, hogy ezeknek a dolgoknak az, hogy mi az, ami nekem való, milyen ruhát, milyen cipőt, mit akar a testem hordani, és van, hogy olyan dolgokat akarsz amúgy hordani, amit eddig el sem mertél képzelni. És akkor igen, tök jó ez, hogy bevásárolod az energiáját ezeknek a dolgoknak, megfürdeted benne a tested, és utána tudod, hogy mire vágyik a test, és akkor arra meg lehet kérni, hogy na, igen, meg az a fajta bánásmód, amit mondjuk egy ilyen helyen tanúsítanak iránt, hogyha azzal úgy bánnál a testeddel. Egyébként nem érdemes belemenni abba a következtetésbe, hogy tényleg minél drágább annál tápláló, viszont hogy nem érdemes kizárni azt a spektrumnak azt a részét sem, és hogy így annyi mindent lehet tényleg így felfedezni, hogyha nincs tényleg erről nézőpontja az embernek, hogy akkor én melyik kasztba tartozom, és akkor melyik igen, melyik nem, és hogy mi lenne, ha bemennék oda, meg amiket elmeséltél, igen. Úgyhogy ez nekem tetszik, hogyha ilyen előzékenyen bánnak. Egyszer volt egy ilyen élményem, hogy valaki olyat mondott a testemre, ami nem esett jól, és akkor így mindenféle gondoltam, hogy hát neki aztán pont nem így kellene hozzáállni, meg hogy nem kéne bevennie ezeket az ítéleteket, amit van ebben a valóságban, és akkor így kicsit így visszafordítottam magamra a dolgokat, hogy hát mit érdekel engem, hogy valaki más mit mond a testemről, hogy nekem nem kellene bevennem a dolgokat, hogy nekem nem kellene, és aztán úgy megnyugodtam, hogy hú, hogy itt, én mindig itt vagyok saját magamnak, függetlenül attól, hogy ki mit gondol, vagy hogy ki mit mond, vagy hogy igazából végsősorban mindig ott vagyunk magunkkal, és hogyha ha mi megengedőek vagyunk, akkor, és a megengedés az még egyszer nem a cselekvés hiánya, ugyanúgy, ha van valami a testemmel, megoldom, csak nem úgy stresszelek, hogy nem feszülök neki, nem gyűlölöm, nem utálom, hanem megengedő vagyok, és úgy oldom meg. Igen. Abszolút. Valamiért az érdemesség jutott eszembe erről, hogy nem is erről, amit mondtál, hanem előtte, hogy sokan úgy növünk fel, hogy ugye nincs pénzünk, vagy elhisszük, hogy nincs pénzünk, meg hogy mi jár és mi nem jár, és hogy én úgysem érdemlem meg azt, hogy mondjuk elegánsan öltözhessek, vagy akármi, és közben pedig senki nem dönti el, hogy mit érdemlünk, csak mi. És hogy bármikor érdemelhetünk mást, hogyha mi választjuk. Igen, ez egyik hozzáállás, hogy de megérdemlem, a másik hozzáállás meg az, hogy nem érdemlem meg, csak választom. Igen, ez a jó kérdése, hogy most az, hogy veszel levegőt, azt megérdemled, tehát hogy most igazából azon múlik-e, hogy megérdemeljük-e, vagy pedig azon, hogy akkor egyik ember azt mondja, jó, én ezt kérem, másik meg azt mondja, hogy hát ez úgysem lehet az enyém, és mivel, hogyha ennyi a különbség. Igen. És nem is tudom, valamiért kikívánkozik belőlem, de mindenkitől elnézést, hogyha ennek nincs itt helye, de hogy én ezért nem tartom annyira jónak azt, hogy elkezdtük ezt a megkülönböztetést, hogy kinek jó, hogyha mondjuk van oltásabb, akármilyen, nem csak COVID, kinek nem, mert hogy én úgy nézem, hogy mondjuk az én testem mit mond, az ő teste mit mond, valakinek ez működik, valakinek az működik, de hogy felesleges akárkinek is köpködnie a másikra, mert hogy
a testek különbözőek, lehet, hogy most kívánja, aztán nem. Lehet, hogy most nem kívánja, aztán igen. Tehát egy csomó mindennel, az, akár az ételekkel, italokkal, mindennel is így van. És ez olyan szép, amikor én is erre ezt így megtanultam, hogy jé, mások a testek, és nem az, hogy mindenkinek ez működik és kész, mert valakinek nem ez működik. Hát egyrészt, másrészt, igen, ez az egyik, amit mondasz, hogy lehet, hogy az egyik testnek az az oltás kellett, másik, a másik pedig az, hogy na és ha valaki félelem alapon beoltatta, mi van, ha azt se ítéljük meg, hogyha valaki azért, mert nem akarta, nem tehet, hogy ez a, az ember ebbe a kérdésbe is, egy csomó mindenbe is, rábökünk valamire sokszor. És aztán, ha már most rábögtünk, akkor már most ez van, tehát, hogy ez a, tényleg úgy vagyok vele, hogy ha valaki hozott egy választást ebben a kérdésben, vagy a másikban, ha békében van a sajátjával, akkor miért mondaná a másikra, hogy az rossz? Tehát mindenkinek a saját választásainkkal kell békében lenni. Akkor is, hogyha kiderült, hogy mondjuk annyira nem volt szerencsés, mi más lehetséges, meg tényleg mi az, ami ott abban a helyzetben, most akkor innen mit tudunk még választani. Egy olyan kérdés jött még, hogy ha nem jön össze a baba, akkor milyen kérdéseket tegyek fel a testemnek? Nagyon ajánlom a bárszkezelést. Nagyon sok ilyen sikersztorit tudok, hogy bárszkezelés, ugye ott nem kifejezetten fixen, tehát nem fókuszáltan nézőpontokra, hanem ott csak egyszer az ember lefekszik, és bizalommal átadja magát ennek a folyamatnak, és akkor ott történik egyfajta ilyen elengedés tulajdonképpen, csak az ugye érintés alapon. A kérdés, amit javaslok, több kérdés is van, hát hogyha ismered a tisztító mondatát az Access-nek, akkor azt ajánlom használni, hogyha nem ismered, akkor a theclearingstatement.com oldalon találsz egy videót róla, szerintem még magyar felirattal is. Én azt javaslom, hogy a nézőpontokat lehet tisztítani nagyon egyszerűen. Gondolom, hogy hölgytől érkezett a kérdés, de olyan szempontból lényegtelen, hogy egyrészt lehet azt kérdezni, mit jelent nekem anyának lenni, és mindent, amit ez fölhoz, azt elpusztítom, és nem teremtetté teszem, ugye a tisztító mondattal. Mit jelent nekem apának lenni, ezt meg azért érdemes, hogy független attól, hogy valaki hisz előző életekben, hogy többször voltunk már férfi testben is, női testben is, és akkor ezt is ki lehet tisztítani. Illetve, hogy mit jelent nekem az elköteleződés. Mm. És akkor azt javaslom, hogy ezt, és hát ha gondolod, akkor nyilván jó keresni egy facilitátort, akivel így mélyebbre tudsz menni, de ez a három kérdés, meg a bárszkezelés, az szerintem egy tök jó kis kombináció, hogy lazuljanak a dolgok, hogyha nincsen fizikai elváltozás, mert sokszor van az, hogy nincsen, nem találnak az orvosok semmit, és mégsem jön össze a baba. Ha pedig van, akkor testem, mit kérsz, mi az a módszer, mi az a szer, mi az az energia, mi az a hozzájárulás lehet abban, hogy ezt megváltoztassuk. Nekem van egy barátom, akinek most a szívével kezdtek el problémák lenni, és akkor arra is tudnál esetleg egy pár kérdést mondani neki, mert úgyis itt van és hallgatja, csak ő nem kérdezte be, úgyhogy én megkérdezem helyette. Hát igazából kérdést, ugye van négy kérdésünk, amit mindenre tudunk alkalmazni. Uh-huh. Először is nagyon ajánlom a kihez tartozik ez kérdést. Tudom, hogy ez furcsán hangzik. A másik, hogy ha kijelentjük, hogy a szívével problémák kezdtek el lenni, akkor meg ajánlom azt is, hogy érdekes nézőpont van, egy olyan nézőpontom, hogy probléma van a szívemmel. Ha ezt abból a térből, hogy ha van kedved játszani ezzel, és van négy kérdésünk, amit így mindenre lehet alkalmazni. Mi ez, igen. De olyan értelemben mi ez, hogy ugye amikor az embernek van valami a szívével, vagy bármilyen másik testrészével, akkor eleve van egy csomó értelmezése annak. Tehát mond valamit az orvos, mond valamit a természetgyógyász, mond valamit a lélekgyógyász, mond valamit a jósnő, mond valamit az ilyen terapeuta, az olyan, nem tudom mi, és ugye így gyűlik az információ, és mindegyik
megállapítja, hogy mi a probléma, és ez valahogy így szilárdítja be a dolgokat, és akkor nekünk most az lenne a célunk a mi ez kérdéssel, hogy mi van, ha nem akarunk itt a kis víztornyunkban a végére járni annak, hogy mi is ez tulajdonképpen, mert hogy az az elképzelés, hogy először megdefiniálnunk kell a problémát ahhoz, hogy meg tudjuk oldani. Mi van, ha nem akarjuk definiálni a problémát, hanem azt mondjuk, hogy mi ez, és egyszerűen engedjük azt, hogy ez a kérdés megszólítson energiákat. De most nem tudom, hogy tényleg ennek a közönségnek mennyire hasznos ez az információ, de talán lesz, akinek igen. Ha fölteszek egy kérdést... Mert tudom, hogy ezeket hallják, hallgatják, hogy hasznosak. Tehát, hogyha egy kérdést fölteszek, akkor az most nem hagyományos értelemben kérdezzük, tehát nem azt akarom, hogy most valaki mondja meg a választ, vagy lesz olyan a felhőből, vagy nekem eszembe is, hanem igazából azt szeretném, hogy ha a kérdést fölteszem, ott megmozdulnak energiák. Tehát van energetikai éberségem akkor is, vagy van információ a térben akkor is, hogyha konkrétan nem tudom. Például a mi ez kérdéssel van egy kedves ismerősöm, aki pusztán azzal volt egy anyajegy a hasán, és körülötte lett egy piros folt, aminek nem örült. Elment orvoshoz, megnyugtatták az orvosot, de mégse örült neki, hogy az ott van. Föltette a kérdést, hogy mi ez. Megvárta, hogy följön az, nem megvárta, hanem akkor följött valami energia. Azt mondta, hogy bármi is ez, azt én most elpusztítom, és nem teremtetté teszem, és aztán megtette újra, meg újra, meg újra, és így egy rövid időn belül az a piros folt ott megszűnt a hasán. Tehát ezt például tudnám ajánlani így ezt a... Ezt azért szeretem, ugyanúgy, mint a bárszkezelés, már nem kell agyalni rajta, ott van a kérdés, az megmozgatja a dolgokat, akkor én azt onnan kisöprögettem, aztán újabb réteget, aztán újabb réteget, és akkor így, ha nem definiálgatom, meg értelmezgetem, akkor az sokszor megkönnyebbül is a testnek. Ahogy mondom, hogyha a válaszokat kicseréljük kérdésekre, nyitott ajtókra, akkor ott egy tér keletkezik, és akkor ott bármi tud lenni. Tényleg. Én annyira röhögtem ezzel, amikor mondtad, hogy nem fog leszólni senki a belőből, mert hogy én amikor feltettem először magamnak ilyen kérdéseket, nem pont a Nikinek panaszkodtam, hogy én nem hallok választ, mert hogy nem is úgy vártam, hogy menjél el ide, meg oda. Nyilván tudtam, hogy nem fog sutyorogni senki, de hogy úgy azt hittem, hogy valami belső sutyorgás lesz. Alapvetően itt az a lényeg, hogy nem a válasz hozza meg a változást, hanem a kérdés. Tehát az, hogy én, ha én azt mondom, hogy mit tudom, én fáj a szívem, az egy válasz. Az, hogy mi ez, az egy kérdés, és ez a mi ez kérdés, mint egy ilyen oldószer működik, hogy azt a választ onnan így szétoldja szinte, és ott elkezd tér lenni annak, hogy én ébe legyek különféle információkra. Nekem van egy ilyen trükköm, hogy már ha van egy dolog a testemben, vagy valaki másnak a testében, akkor nem úgy gondolok rá, mit tudom én, mint fájdalom. Tehát azt mondom, hogy fáj a könyököm, hanem azt mondom, hogy a könyökömben van egy mi ez. Ez jó, ez nagyon jó. Köszi, de tényleg nagyon köszi. Hát az az igazság, hogy szerintem ezt vége láthatatlan hosszúságig folytatnám. Már kifutottunk, mert úgy kifutottunk az időből, hogy nem is tudom, hogy veled mennyit beszéltünk meg, hogy 1 óra, és már azt bőven túléptük, hogy egy cuki vagy, hogy nem mondhat, hogy kinyitó, viszlát. Úgyhogy én csak azt szeretném, hogy még elmondd, hogy akkor mikkel lehet mondjuk hozzáfordulni, meg hol. És nagyon köszi, mert szerintem, ha csak valaki 5-ször visszahallgatja ezt, vagy csak egyszer figyelmesen, akkor fú, nagyon sok minden. Én is itt ezt mind jegyzetettem. Én szeretettel meghívok mindenkit, akinek van kedve, hogy csatlakozzon a Facebook csoportomhoz, mert ott a programjaimról is van információ, és ott sok videót is lehet találni, meg írásokat tőlem. Az a csoportomnak a neve, vagy Access Verával. És neked igaz, az oldalamnak a címe a Facebook oldalamnak, de a csoportban van szerintem a legtöbb info, amit így, meg a legtöbb eszköz, amit én, meg a legtöbb élmény, amit én megosztottam, úgyhogy ha valakinek kedve támadtak, oda szeretettel várlak benneteket. Jó, nagyon köszönöm. Ugye meg itt találkozom, mert ugye vannak most programjaim, a weboldalam még mindig készülés alatt van, de hogy vannak ezek a havi programok, ugye ma már március, úgyhogy elindult a Szeresd önmagad, ez lesz a téma ebben a hónapban, meg a Deep Work, amire így nagyon nagy szeretettel várlak titeket,
milyen tematikus meditációval, meg napló workshoppal, és a belső gyermek lesz most a téma. Meg hát tudtok hozzám jönni bárstanfolyamra, az első bárstanfolyamom lesz március 19-én Pesten, úgyhogy nagyon várlak titeket. Szuper. Ulok, de hogy így nagyon ilyen izgatott vagyok inkább. És nagyon szépen köszönöm neked, hogy itt voltál, meg mindenkinek, és csodálatos alakulást és testkapcsolódást, és neked is csodálatos estét, meg mindenkinek jó pihenést. Én is köszönöm szépen. Sziasztok! Sziasztok!